A személy és vagyonőrök, vagy ahogyan másképpen is szokás őket nevezni, a biztonsági őrök évek, de azt hiszem mondhatom, hogy évtizedek óta rendkívül méltatlan körülmények között a megbecsülés legkisebb jele nélkül végzik a munkájukat. Feláborítóan alacsony fizetések, rossz munkakörülmények és gyenge érdekképviselet, gyakorlatilag nem létező szakszervezetiség. Ezek jellemzik a biztonsági őrök mindennapjait. Ezért a Mi Hazánk mozgalom beszeretné mutatni 7 pontját a biztonsági őrök körülményeinek javítása érdekében. Ezek az információk, amelyek hozzánk beáramlottak, naprakész információk biztonsági őröktől származnak, és természetesen lehetnek még más egyéb problémák is, de meggyőződésünk, hogy a 7 pont valamelyikéből ágaznak le ezek a rész problémák is. Ezért most ezt a 7 pontot szeretném ismertetni. Az első pont, hogy a biztonsági őrök többségének nincs normális fizetett szabadnapja, a pihenőidőket nem tartják be, az ünnepnapokat nem fizetik meg duplán, és egyéb problémák akadnak az éjszakai, hétvégi vagy a délutáni pótlékokkal. Nyilvánvalóan, hogy ezeken változtatni kell. A második pont, hogy felháborító, hogy milyen körülmények között kell a 24 órás szolgálat közben a pihenő idejüket kivenni, ami sok esetben csak 1-2 óra alvást jelent, de nincsenek megfelelő helyek kialakítva erre a célra, így előfordulhat az a felháborító eset, hogy akár a mellékhelyiségben kell ezt az alvást megejteni, vagy esetleg egy kartonpapírra kell nekik feküdniük, tehát nyilvánvalóan, hogy szükség van a körülmények normális kialakítására. A harmadik pont, 5 évente szükséges letenniük egy különbözeti vizsgát, ezeknek az ára évről évre emelkedik, és egybehangzó információk szerint szakmailag túl sokat nem nyújt, így egyértelműen a kamara részéről ez nem szól másról, mint pénzbeszedésről, úgyhogy ezt is át kell gondolni, mert így ebben a formában ennek gyakorlatilag semmi értelme nincsen. A negyedik pont, hogy a biztonsági őröket általában nagyon sok helyen az első 3 hónapban nem is jelentik be, de sokakat még utána is csak maximum 4 órára és minimálbérre jelentik be őket, a minimálbér feletti összeget pedig úgymond zsebbe adják, tehát követeljük a tiszta és átlátható viszonyokat e tekintetben is. Az ötödik pont, hogy kafetéria vagy úti költség támogatás a legtöbbjük számára nincs, szerintünk viszont a biztonsági őröknek is épp úgy jár, mint más dolgozóknak, tehát ezt is szeretnénk elérni. A hatodik pont, talán az egyik legfontosabb, hogy a biztonsági őrök borzalmasan alacsony fizetésért dolgoznak ahhoz képest, hogy milyen munkaidejük van. A normál 168 órás munkához képest egy biztonsági őr minimum, és hangsúlyozom, hogy minimum, 240 órát dolgozik, de a túlórákkal együtt ez egész könnyedén felkúszhat 300 óra fölé, és ehhez képest, hangsúlyozom, ehhez képest kell nézni, hogy alig keresnek többet átlagban, mint 300 ezer forint. Tehát a biztonsági őrködés velejárója sok éjszakázás, és ez hosszú távon nagyon megviseli a szervezetet, akár mentális, akár fizikai értelemben, ezért cserébe ez az összeg több mint felháborítóan kevés. A hetedik pont, amely gyakorlatilag mint egy keretbe is foglalja az előző 6-ot, mert ebből is következik nagyon sok minden, hogy nem tudott az elmúlt években, de már az évtizedekben sem kialakulni egy normális, erős szakszervezeti vonal, amely kellő érvénnyel tudta volna képviselni a biztonsági őrök érdekeit. Így a Mi Hazánk mozgalom eltökélt céljának tartja, hogy esetleg a meglévő, de kellő erőt kifejteni nem képes szakszervezeteknek segítsen, vagy az új szakszervezeti kezdeményezéseknek segítsen abban, hogy meg tudjanak alakulni, mert belátható, hogy erős dolgozói biztonsági őröket képviselő szakszervezeti képviselet nélkül nem tudunk változást elérni a fenti 6 pont egyikében sem, így hát ezt elsőrendű feladatunknak tartjuk, és innen is üzenjük bárkinek, aki ilyenben gondolkozik, hogy vegye föl velünk a kapcsolatot, és mi megpróbálunk a lehetőségeinkhez mérten ebben segíteni. Tehát összegezve azt mondhatom, és nagyon rövid leszek, és tömör,
hogy a biztonsági őröknek is jár az erkölcsi és anyagi megbecsülés, mert fontos munkát végeznek ők is, úgyhogy vegyék őket is emberszámba, mert itt egyfajta szemlélettel is le kell számolni, hogy nagyon sok munkáltató gyakorlatilag nem veszi emberszámba a biztonsági őröket.